Rózsa Milán fáradjon be a tárgyalóterembe. Mielőtt megkezdeném a meghallgatását, azt mondja, hogy megkérdezem, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy önről kép és hangfelvétel készüljön. Hozzájárul. Jó, köszönöm szépen. Akkor a személyi adatait pontosítjuk, neve tehát Rózsa Milán, hol született? Sopron, 88-02-28. Anya neve? Békhely Judit Julianna. Állandó bejelentett lakcíme. Tartózkodási helye. Jó, ténylegesen hol tartózkodik? Mielőtt folytatnám a meghallgatását, tájékoztatom, hogy nem köteles vallomást tenni. A vallomástételt az eljárás során bármikor megtagadhatja, ez azonban nem akadálya az eljárás lefolytatásának, akkor a bíróság a rendelkezésére álló adatok, iratok és egyéb bizonyítékok alapján hozza meg a döntését, viszont a védekezésnek erről a módjáról lemond. Amennyiben azonban vallomást tesz, úgy tudomásul kell vennie, hogy mindaz, amit itt elmond, önnel szemben ebben az eljárásban felhasználható. Kíván-e vallomást tenni? Igen. Személyi körülményeire nyilatkozik-e? Tájékoztatja a bíróság, hogy a bíróság azért kérdezi meg a személyi körülményeket, mert adott esetben a marasztaló határozat meghozatalára kerül sor az eljárás alában személlyel szemben, ugye a marasztalás mértékének megállapításánál köteles figyelembe venni az eljárás alában személyi körülményeit, amennyiben tudomása van róla. Nem? Tehát akkor személyi körülményeire nem. Akkor legyen szíves, mondja el a bíróságnak, hogy szervezője volt-e ennek az egész megmozdulásnak, illetve hogyan kezdődött ez az egész, hogyan szerveződött, és hogyan valósult meg. Rendben, igen, a szervezője voltam a március 7-i székházfoglalásnak, és a székházfoglalásnak voltam a szervezője, nem pedig másnak. Hát az indokairól most így nem mondanék sokat. Jó. Ezen kívül, ugye, ami a vádiratban is szerepelt, hogy amit megkaptunk, ugye az volt, hogy előtte bármilyen tiltakozást folytattunk még mielőtt a Fidesz székházba értünk volna. Mivel olyan mi célunk az volt, hogy a székházba menjünk és ott történjen a tiltakozó akció, ezért előtte se így, se úgy, még szándék tekintetében sem valósítottunk meg semmi olyasmiért, amit a gyülekezési jog alá vonhattunk volna. Táblákat nem tartottunk fel, nem skandáltunk, én magam sem skandáltam, és társaimmel sem láttam ilyet. A székházat folyamatosan közelítettük meg, és amikor odaértünk, akkor a látottak alapján bejutottunk, és ott kezdtük meg a tiltakozó akciót már a székháznak a területén. Tehát akkor tulajdonképpen, amikor összegyűltek a... Hogy gyűltek össze? Lövöldetéren összegyűltek, akkor mennyien voltak kb. 70. Akkor onnan vonultak át a... Vagy utcáig beszélhetek. Önöknél voltak azok a táblák, transzparensek, amiket a későbbiekben felhasználtak? Nálunk voltak, és ezek a kabát alá voltak, rejtve, hogy össze voltak csukva, tehát egyáltalán nem tartottuk fel őket semmilyen szándékkal, hogy már a Fidesz székház elérése előtt bármilyen fajta tiltakozó akciót valósítsunk meg. Ilyen nem történt. Észlelte, miközben ön is nyilván ebben a csoportban ment a székház felé, hogy esetleg figyelmet keltenek, vagy az emberek észlelik, hogy nagyobb csoport vonul, bár nem csinálnak, azt mondja, semmi különöset. Tehát szerintem egy japán turista csoport biztos, hogy nagyobb figyelmet keltett, mint amit mi a kertesorban gondoltunk végig. És amikor odaértek a székházhoz, akkor ugye konstatálták, hogy nem tudnak bemenni, akkor mielőtt még ilyen-olyan módon bejutottak volna ott a helyszínen, de még az utcán,
történt-e valami, esetleg volt egy egyeztetés, vagy elővették a transzparenseket, nem vagy az csak benne? Nem, a transzparenseket nem kezdtünk az utcán semmilyen tiltakozó akcióban, mert a célunk, ahogy mondtam, felelően is a Székház területen történő erőszakmentes polgári engedetlenségi akció megvalósítása volt. Egy-egymásnak a kacsintásra elégeztük azt, hogy mi már pedig bemegyünk és be is mentünk. És akkor tulajdonképpen ott kezdődött el a demonstráció. Ott kezdődött el, igen, ott kerültek elő az első táblák. Igen. És ugye előtte, hogy a videófelvételek, képek és a mi elmondásaink alapján sem, tehát még a szándékunk sem volt, hogy előtte jöttek az akciót folytassuk. Jó. Itt vannak szintjét felvételek, pár legyenek kicsit közelebb, legyen szíves. És itt jól látható az első négy felvételnek a bal jobb felső sarkában, hogy ez, azt hiszem ez pont az ATV, akkor Index Videó, hogy ezeket hogy készítette a vonulásról a különböző TV? Hát gondolom fogták a kamerájukat is. Igen, de ki értesítette őket akkor? Nem, én értesítettem. Tudod róla, hogy lesznek ott fotósok vagy videósok? Nem tudtam róla, gondoltam, hogy majd jönnek. Hát majd jöttek is később, ugye, amikor már megkérdezettem. Hát mondta, hogy a vonulás. Én nem értesítettem őket. Én nem tudtam róla, hogy itt majd így jönnek és hogy jönnek. De szerintem ez az, hogy a gyülekezési joggal való visszaelés megvalósítottan van olyan szempontból teljesen irreleváns, mert azt kell megnézni, hogy objektíven ránézze. Volt a nálam tábla? Nem volt skandáltam? Nem skandáltam. Innentől kezdve szerintem nem valósítottam meg azt, amivel vált volna engem, úgyhogy irreleváns. Köszönöm szépen, hogy meghoztam a tábla. Na, jó. Na tehát akkor. Szabálysértési hatóság képviselőjének van egy kérdése? Az önszervezői magatartása miben nyilvánult meg ön szerint? Mit tett az ügy érdekében? A pontból B pontba el tudjunk jutni, és én segítettem megjönni a táblásokat, és kitalálni, hogy azon mi lehet. Ön is volt a gyerekek barátokat? Igen, bizalmasan szemtől szembe. Így hívtam őket, és arra kértem őket, hogy jöjjenek a székházba. Végül kísértem ezt a szervezési szakaszt, és ezt büszkén vállalom. Köszönöm szépen. Nincsen. Kíván valamit még mondani most az ügyel kapcsolatban kérdés nélkül? Nem, szerintem már minden elhangzott. Jó, köszönöm szépen, akkor foglaljunk helyet, és folytatjuk a következő személy meghallgatásával. Igen, több dolgot szeretnék mondani, de ígérem, rövid leszek. Az egyik úgy gondolom, hogy már a rendőrségi kihallgatáskor azért az így lehetett észrevenni, hogy vagy a túlbuzgóság, vagy pedig a felülről motivált, vagy felülről irányított rendőrség próbál eljárni ellenünk. Túlbuzgó, vagy felülről irányított. Látszott, hogy próbál valamilyen tényt keresni, valamivel egy szabálysértést ránk húzhat. Sajnos ez természetesen nem sikerült, és miután már a kihallgatás alatt elmagyarázták, hogy miért nem bejelentés köteles a Fidesz székház területére szervezett polgári engedetlenségi akció, megpróbált egy tanúvallomás alapján az utcán történt pár másodperces tanácskozásra egy gyülekezési joggal való visszaélést ráhúzni, hogy az lett volna bejelentés köteles, és akkor tettem fel magamnak a kérdést, hogy a következő alkalommal, amikor én majd fornetűt szeretnék vásárolni, és az árról tanácskozom a kollégáimmal, akkor majd azt is be kell jelentenem, avagy sem. Természetesen nem fogom bejelenteni azután sem. Következő az, hogy nekem a motivációm az volt főképp, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek Magyarországon szabadon és félelem nélkül élhessenek egyelően, mint hogy a többi más emberek. Ugyanilyen papírjuk van róla, hogy magyar állampolgárok. Köszönöm.